Rajban gazdag jó reggelt, ez a Kripto Kakaó, a kriptoakadémia.com napindító műsora. Én Györfi András vagyok, csapjunk bele! A piacok egészen jól teljesítenek, mindenki a szerdai Fed kamat döntésre vár, az nagyban meghatározhatja majd a következő irányát. mind a klasszikus piacoknak, az S&P 500 -nak mind a BTC-nek, úgyhogy most mindenki, ha nem is lélegzett visszafolytva, de határozottan arra számít, hogy egy kedvező döntés születik, aztán meglátjuk, hogy mi lesz belőle, lesz még erről szó. A bitcoin ma egy picikét visszahúzódott, de csak 2-300 dollárról van szó. Magyar idő szerint 8 óra tájban jött egy kisebb ereszkedő, de én azt jósolom, hogy hamar vissza fogunk táncolni 28 fölé. Na és akkor nézzünk a szokásos indikációnkat, ami arról adhat képet, hogy vajon mi következik most, tehát hogy milyen irányba tart a piac. A profitban lévő BTC készletek százalékos arányát mutatja be ez az ábra. Tehát roppant egyszerű a logika. Azt nézi meg, hogy a piacon lévő, tehát az utóbbi időben megvásárolt bitcoinoknak mekkora százalékos aránya van nyerőben, vagyis mekkora százalékos arányát vásárolták egy alacsonyabb árfolyamon, mint ahol most járunk. Az a mondás, hogyha ez 60-70 körül jár, akkor bizony az egy jó jel, hiszen egy új bikapiac kezdetéről lehet szó. Rajta van az ábrán természetesen az árfolyam is, az aktuális árfolyam, illetve 365 napos mozgó átlag. Most nem, hogy meghaladta a 365 napos mozgóátlagot, de még szépen fel is kúszott, egészen 73-74 százalékra ez az érték. Úgyhogy a tapasztalatok szerint ez egy új bikapiac kezdete, aztán meglátjuk, mindig minden indikátorral elmondom, hogy ez egy információforrás, egyik sem szentírás. Minél több ilyen eszközt kell ismernünk és tudni használni ahhoz, hogy tájékozódni tudjunk. Nincsen garancia arra, nincs kőbevésve, hogy most a következő egy-másfél-két év során valóban egy felfutási szakaszba kerül a bitcoin, de határozottan vannak olyan jelek, amik erre utalnak. Meglátjuk. A Wall Street Journal is arról ír, hogy a Fed nehéz helyzetben van, hiszen mindenki egy kedvező kamat döntése számít, de ugyanakkor ott van az is, hogy a bankok lehet, hogy hullámmal néznek szemben, ügyesen kell navigálnia több aknak között. Egyben készítettek egy baromi izgalmas ábrát, ami bemutatja, hogy a különböző kamatemelési időszakok a múltban mégis milyen meredegségűek voltak, itt látjuk a legszélén a 2022-est, hát mindenkit ver az 1999-es, 2015-ös, 94-es, 88-as, 2004-es, tehát az, hát ha nem is ember emlékezett óta, de az elmúlt évtizedekben ez volt a legmeredekebb, szó szerint legintenzívebb kamatemelési ciklus nevezzük így, bevágom nektek nagyba is, úgyhogy látszik, hogy az infláció most tényleg nagyon csúnyán elszaladt, és ezt tényleg vissza kell fogni valahogy. Na, Crypto Fear and Greed Index, a piac szentimentjét, hangulatát nézi meg mindig, hogy vajon mit gondol a piac, mi fog történni, és bizony, itt is jó hírem van, a teljes mértékű greed, vagyis kapzsiság stációjába léptünk. Nem is ez érdekes önmagában, hanem hogy mikor jártunk utoljára itt. Ezt is bevágom nektek utoljára 2021. novemberében, amikor az eddigi all time high-t elérte. Tehát a piac hangulata most kicsattanó, csak aztán nehogy lecsattanó pofára esés legyen ebből. Nem akarok bizonytalanságot szíteni, de tényleg óvatosnak kell lenni mert korábban szinte soha nem látott bizonytalansági tényezők vannak a gazdaságban. Nem tudja senki, hogy pontosan mi fog történni. A háborúnak sincs vége, a bankcsőd egy nagyon komoly és óriási veszély. Az infláció sem biztos, hogy teljesen rendben van már, de hát reméljük, meglátjuk. Az biztos, hogy tényszerűen a fear and greed, a greed fázisába került. Na és akkor ahogy mondtam, március 22-én, vagyis szerdán kamat döntés, amerikai idő szerint, pontosabban hogy a keleti part szerint, ha jól tudom, 2 órakor délután lesz a következő kamat, kamat jelentés, nem olyan azt mondom, hogy kamat bedöntés, aztán 2.30-kor Powell elnök, a Fed elnöke pedig sajtótájékoztatót tart, mind a kettőnek nagy jelentősége van, a nyers bejelentésnek a számnak is, és a sajtótájékoztatónak is. Hát előbbinek azért, mert nyilván az egy nyers szám, amivel nem tudsz mit kezdeni, de aztán a sajtótájékoztatón, hogy mennyire fogalmaz árnyaltan, mit mond, hogy mondja azt, amit mond, és tényleg már-már ott tartunk, hogy egy-egy hangsúlynak, egy-egy kis intonációnak is jelentősége van, hogy a piac megnyugodjon, vagy, vagy megijedjen úgyhogy tiszta pszichológia az egész, ahogy mindig, meglátjuk a szerda lesz valószínűleg a legfontosabb nap ezen a héten. Iratkozzatok föl, kövessetek a TikTokon is, csatlakozzatok a Discord csatornánkhoz, linkek mind-mind-mind a leírásban, és természetesen találkozunk délután a kriptopercekben.